Köszöntöm a nézőket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! '20 őszén vette át a Paksi FC élvonalbeli csapatának irányítását Bognár György, a korábbi sokszoros magyar válogatott labdarúgó. Új együttesénél rövid idő alatt megvalósított előremutató, a csapat és a magyar labdarúgás fejlődését, előrelépését szolgáló változások okán a Magyar Aranylabda díj 3 idei kitüntetettjének egyike lett a szakember. Erre a díjra 1998 óta minden évben a labdarúgással foglalkozó szakújságírók szavaznak. Bognár György ősz óta irányítja a Paksi FC élvonalbeli labdarúgó csapatát, akinek a labdarúgás mindig is az élete része volt. Én azt hiszem, hogy a járókába kezdtem el a labdával foglalkozni. Apám focizott, egész jó játékos volt egyébként, és valószínűleg tőle örököltem a gömbérzékemet, mert amióta az eszemet tudom, mindig csak labdával játszottam, és mindig labdát szerettem volna minden születésnapomra. Hát aztán később természetesen rengeteget fociztam a Grundon, mert akkor még volt Grund, és reggeltől estig amennyit csak lehetett nyilván focival töltöttem. Aztán 12 évesen kezdtem el futballozni Baján. Nem nagyon mertem én lemenni focizni, mert azt hittem, hogy az én tudásom az kevés. És akkor egyszer az osztálytársam, két osztálytársam jött, hogy ők járnak klubba focizni. Hát mondom, én egyedül focizom 10 ellen az iskolai szünetben, és megverem őket, hát ez a kettő meg jár edzés, és benne van a 10-ben. Hát akkor lebicikliztem én is, mondom, hát akkor jelentkezem, hát ha lehet. És akkor beálltam egy 2 percre közéig focizni, és akkor megállította az edző a játékot, és mondta, hogy hozz egy fényképet, le vagy igazolva. Na, így kezdtem futballozni. Az MTK-nál, majd Franciaországban, Belgiumban is megfordult, végül a BVSC-ben vezette le 17 éves profi sportpályafutását az 50-szeres válogatott labdarúgó. 37 évesen lett élvonalbeli edző, de hamarosan másodosztályba száműzte magát, mivel a Sport TV-l szakértői csapatában is helyet kapott. Néhány éve kiszállt mindkettőből, és mivel jó kapcsolat fűzte a Paksi FC-hez, örült a megkeresésüknek. Így a budaörsi szakmai igazgató az Atomvárosba tette át székhelyét. A családias paksi hangulat többszörösen értendő számára, hiszen nagyobbik fia a másodedzője, míg a kisebbik Bognár a profi keret tagja Pakson. 15 éve körülbelül jó kapcsolatban vagyok a Pakssal, Zsoltékkal, Karszt Józsóval, tehát és sok meccsen is jártam itt. És mindig szimpatizáltam ezzel a klubbal, hogy csak magyar járt. Tetszik a filozófia, tehát ez egy olyan családias, ez ilyen nekem való feladatnak gondoltam. És aztán egyik napról a másikra, amikor fölmerült, hogy akkor talán most dolgozhatnánk együtt, hát talán egy este sem gondolkoztam rajta, úgy döntöttem, hogy igen. És jól döntöttem egyébként, mert nagyon jól érzem magam, nagyon könnyen beilleszkedtünk mi ide, nem kellett ezen dolgozni, tehát itt már ki van építve hosszú évek óta ez a családias hangulat, és szerintem a mi felfogásunk, a mi mentalitásunk ebbe beleillik. Ezért volt ilyen zökkenőmentes. Nyilván jelen pillanatban csak abba gondolkozunk, vagy legalábbis ez a célunk, hogy a Paks minél jobban szerepeljen. Most már ugye elkerültünk a kieső zónából, tehát gyakorlatilag egy stabil középcsapatnak mondhatjuk jelen pillanatban magunkat, de ez butaság lenne szerintem megállni, és most jelen pillanatban ez így helytálló és reális is, de én azt gondolom, hogy azon kellene gondolkodni itt az egész klubnak, nem csak nekem, közösen, hogy hogyan lehet tovább lépni. Hogy hogyan lehet esetleg a dobogót megközelíteni, hogyan lehet magyar játékosokkal, és egyébként nincs rossz keretünk, hogyan lehetne úgy tovább lépni, hogy még egy szinten följebb, akár a nemzetközi porondot is, hogy mondjam, megcélozni. Bognár Györgyöt 2020 legjobb edzői top 3-asába választották. A Magyar Aranylabda díjat 1998-ban alapították, és azóta szavaznak a magyar labdarúgással kiemelten foglalkozó szakújságírók a legjobbakra. Magyarország harmadik legjobb edzője, a Paksi FC trénere. Újra tétmeccseket játszottak az elmúlt hétvégén a hamarosan folytatódó megyei első osztályú bajnokságban szereplő labdarúgó csapatok.
Több elmaradt mérkőzést is pótoltak a napokban, például a Bonyhád-Dombóvár találkozót is. Az elmúlt években a két város foci csapatának összecsapása rangadónak számított, ám az új helyzetben ez papírforma meccsnek volt tekinthető. Ha a Vártnál is nehezebben, de hozta az időközben, pozitív változáson átment, Bonyhád VLC a számára kötelező győzelmet. Felmérve az erőviszonyokat, a kékfehérmezes vendégcsapat pillanatnyilag az utolsó előtti kieső helyen álló Dombóvár gólt nem kapni abszolút defenzív védekező taktikája egy bő fél időn át érvényesült Bonyhádon. Az első játék részben még helyzetekkel kecsegtető kontratámadásokra is futotta a csak saját nevelésű fiatalokat játszató kékfehérektől. Szület után azonban a Bonyhád türelmes passzjátéka hamar góllá érett. A sokadik ilyen és ehhez hasonlatos támadás után a középre ívelést követően a visszavont centert játszó Pap Rolandot buktatták a 16-oson belül a védők, gólhelyzetben egyértelmű 11-es. A büntetőt az akcióban résztvevő, az kezdeményező Agics a kapust egy lövőcsellel megtépesztve biztosan lőtte az ellenkező sarokba. 2-0 Bonyhádnak. Ezt követően sem változott a játék képe, a dombováriak továbbra is a nagyon zárt védekezést választották, elkerülve talán a nagyobb vereséget. Mivel a második játék részben már szinte alig jutottak el a Bonyhád kapujáig, így a vendégek abszolút sansztalanok voltak a fordításra, a pontszerzésre, nagy volt a pirosak mezőny, illetve játékbeli fölénye. De újabb gólokra már nem futotta a tétmeccsen is győzelemmel bemutatkozó Szekszárdról érkező új edző DNS Pál csapatának. Igyekeztünk dominálni hasonlóan, mint az edzőmeccseken. Hát azért azt látszott, hogy az ellenfél azért készült bennünk, belőlünk. Nem mertek támadásokat felvállalni, inkább a védekezésre koncentráltak. Hát eléggé agilisan, időnként durván játszottak, és ezzel igazán nem tudtunk mit kezdeni. A második félidő elején szerencsére sikerült gyors két gólt szereznünk, amivel azért megnyertük a mérkőzést. DNS Pál munkája, stílusa, a kombinatív játék, a ritmusváltásokra törekvés már visszaköszönt a bonyhádi csapat játékában az első tétmérkőzésen, ami felettébb pozitív a várható nagy rangadók előtt. De addig van még mit javítani ezen a téren. Igyekszünk, még egyszer mondom, dominálni, gyorsan játszani. Ez nem mindig a futás gyorsaságán múlik, hanem a gyors döntésen. Meg az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy a játékosaink türelmetlenek voltak, tehát jobban meg kell járni a labdát ahhoz, hogy olyan területek nyíljanak, ahova be tudjuk játszani a labdát a gyors embereinknek, vagy a szélén, ahol kevesebb az ellenfél, ott, hogy meg tudjuk bontani. A tervszerű és a kényszerű fiatalításba kezdő más célokat, egész pontosan a bentmaradást maga elé tűző Dombóvár FC trénere sem volt összességében elégedetlen csapata teljesítményével. Amit szerettük volna, azt a srácok mindent megvalósítottak. Úgy jöttünk el most Bonyhádra, hogy szeretnénk egy szoros meccset játszani, ami úgy gondolom, hogy meg is valósult. Tehát én azt kértem a fiúktól, hogy ha fegyelmezetten játszunk, akkor itt bármi lehet. Az első félidőt úgy érzem, hogy maximálisan megoldottak a srácok. Itt a második félidő volt egy 10 perces, úgymond egy kis rövid zárlat, és abban 10 percet kaptunk 2 gólt, de úgy érzem, hogy a Bonyhád jobb csapat, ennek ellenére is, tehát gratulálok is nekik, de úgy érzem, hogy erre tudunk mi építkezni továbbra is, hogy hasonló kaliberű csapatok ellen talán tudunk szorosabb, talán még pontokat is tudunk gyűjteni. Tekintettel arra, hogy a régi szép időkben NB3-at, sőt az NB2-t is megjárt csapata volt a dombóvári futballnak, nem lehet más a célja, mint legalább megyei szinten viszonylag gyorsan újra legyen meghatározó csapata a városnak. Minden bizonnyal partner lesz a klubvezetés is, a jövőt is építő erősítésekben. A szekszárdi gyermekkosárlabda ese U18-as csapata feljutott a korosztályos elitligába, és a hazai nagycsapatok legjobb korosztályos utánpótlás gárdáival mérkőzhettek, többek között a Zalaegerszeggel és a Pécsi Rádgéber Akadémiával is. A tehetségek egész sorát felvonultató fiatalok nem csak helytáltak, hanem győzelmeket szerezve sikerélményhez is jutottak.
Egy kisváros a nagyvárosokhoz képest jóval kisebb merítési és egyéb materiális, illetve szakmai természetű lehetőségekkel bíró utánpótlás csapatának, ha ki tud törni a középszerből, roppant fontos, hogy az elitben akadémiai és egyéb komoly hátterű csapatokkal is mérkőzhessen. Így van ez Szekszárd egyik legfiatalabb klubjánál, a férfi kosárlabda utánpótlás nevelésre szakosodott fiú-gyermek kosárlabda esélyén. Alig várták, hogy a 16 évesekből álló csapatok után, amely bejutott az országos kiemelt bajnokságba, mire lesz képes az U18 a legjobbak között. Nos, a puding próbája itt is az evés. A JKS-e csapat nemhogy nem vallott szégyent egy olyan csoportban, melyben a nagy Albafehérvár, a nagy ZTE és a Pécsi Rádgéber kosárlabda akadémia volt az ellenfele, két esetben győztesen hagyták el a játékteret Juhász Gábor tanítványai. És a vereségek is abszolút vállalhatók voltak. Nagyon-nagyon jó ellenfelekkel játszottunk, tehát akik nagyon-nagyon képzett, jó összeválogatott gyerekek alkották a csapataikat, így hogy nekünk ez egy nagyon nagy büszkeség, hogy azok a gyerekek, akiket mi egészen kicsi, 10-11 éves koruktól kezdve kineveltünk, tehát olyan akadémiákkal tud játszani, akik tulajdonképpen válogatott játékosokat tömörítenek a csapataikban, és helyt is tudtunk állni, és volt olyan közöttük, akit le is tudtunk győzni. Az akadémiai városok csapatai közül legyőzték a Rádgéber Akadémiát, elkapták az Albafehérvárt, és akár nyerhettek volna idegenben a ZTL-t. És mindegyik meccsen én úgy gondolom, hogy helyt álltak a fiúk, mind idegenben, mind hazai pályán. Úgy tűnik, nagy szolgálatot tesz a Mandulás Zoltán alapította, igen kevés állami pénz felhasználásával működő JKS-e a megyei, illetve már az országos férfi kosárlabda sportnak. Az U10-es korosztálytól kezdve egészen az U18-asokig. Az U10-es gyerekeink azok a Baranya megyei bajnokságban például 6 győzelem, 0 veresége vezetik a csoportjukat, tehát eddig veretlenek. Az U11-esek, az U12-esek is a legfelső A csoportban versenyeznek, ami úgy gondolom, hogy nagyon nagy szó. Az U14-es csapatunk az országos főtáblán szerepel, az U16-osok a regionálisban, és a korábban említett U18-as korosztályunk az pedig a kiemelt bajnokságban versenyez. Úgy gondolom, eljutottunk odáig, hogy minden korosztályban a legjobbak között versenyezhetnek a szekszárdi gyerekek. Okkal büszke az elnök a Heyman fivérekre, akik már komoly csapatokban kapnak lehetőséget hétről hétre. De van Szekszárdról indult játékos az élvonalbeli nagy paksi ASE keretében is. És feltétlenül megemlítendő, hogy az NB1-B-s Bonyhád számára kötelezően előírt U20-as csapatának gerincét a szekszárdi klub a JKS-e adja. Pajor Dávid is, aki az NB1-as csapatnak a tagja, ő is az én kezeim között kezdett el annak idején kosarazni, tehát ő is a JKS-e kötelékéből indult el. Akkor ugyanezt elmondhatjuk Heyman Bálintról, tehát Gergőnek a bátyjáról, aki a PVSK-nak az NB1-B-s csapatában szerepel, NB1-B-s piros csoportos csapatában szerepel. Ott van Heyman Gergő, aki 16 évesen, vagy a 17 évesen az NB1-B-ben a felnőtt csapatban most több alkalommal kezdőjátékosként is pályára lépett, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek nagyszerű eredmények. Az elnök persze abban is reménykedik, mint az utolsó jó szekszárdi csapatnak az egyik meghatározó játékosa, hogy a városban és vonzás körzetében előbb-utóbb marad annyi gyerek, akikkel bonyhádi és paksi oldaligazolásokkal újra megjelenhet a megyeszékhelyen egy MB2-es férfi kosárlabda csapat. Edzőmérkőzésen zárt kapuk mögött fogadta a PVSK Veolia élvonalbeli férfi kosárlabda csapata a Jászberényi KSE együttesét. A bajnokság a magyar férfi kosárlabda válogatott EB-s selejtezői miatt szünetel február végéig. Az izgalmas találkozón a pécsiek sok új játékelemet is kipróbáltak, és hosszabbítás után tudtak nyerni 89-88-ra. Jobban kezdte a találkozót a Jászberényi KSE a PVSK Veolia ellen pénteken. A válogatott szünet miatt február végéig edzőmérkőzéseket játszanak az élvonalbeli kosárlabda csapatok. Az első 10 percben a vendégek 19, míg a házigazdák 15 pontig jutottak. A második negyedben aztán megrázta magát Dragan Alexics együttese, és 41-40-es hazai vezetéssel vonultak rövid pihenőre a csapatok. A harmadik negyed ismét a vendégeké volt, míg a pécsiek 16 pontot, addig a jászberényiek 24 pontot dobtak.
Hiába volt jobb a PVSK dobó százaléka a negyedik 10 percben, ez csak a kiegyenlítésre volt elég. A rendes játékidő végén 77-77 állt az eredményjelzőn. A hosszabbításban aztán jobban bírta a terhet a Pécs, és 89-88-ra nyerte a találkozót. Nincsenek bajnoki meccseink, így ezeken a felkészülési mérkőzéseken olyan játékelemeket tudunk kipróbálni, amelyeket edzésen gyakorlunk. Ebben jól helytáltak a fiúk. Nagyon jó meccs volt ez a több poszton is megerősített Jászberénnyel. Bár ilyenkor általában nem az eredménye fontos, de most nagyon izgalmasra sikerült a végjáték. Nagy küzdelemben, hosszabbítás után nyertünk. Nagyon jó feszes meccs volt. Meleg Gergő jó játékkal járult hozzá a győzelemhez. Most ugye elég hosszú idő kimarad így a válogatott szünet miatt, és mindenképpen meccsbe kell maradnunk, hogy folytassuk ezt a szériát, amit most csinálunk, és úgy gondolom, hogy az ilyen mérkőzések, az ilyen szoros mérkőzések nagyon számítanak nekünk, illetve egy hasonló erősségű csapattal, mint mi vagyunk. Úgy gondolom, hogy amit edzésen gyakorlunk, azt a ilyen meccseken tudjuk gyakorolni, és ezt majd élesbe is meg tudjuk kamatoztatni. Sok hibával játszottunk még, új dolgokat próbáltunk ki, de szerintem mindenki 100%-ot beleadott, és ebből tudunk majd építkezni. A PVSK Veolia legközelebb az atomerőműes ellen játszik tétmérkőzést február 27-én. Az őszi hazai 0-0-át követően a PMFC idegenben 1-1-es döntetlent játszott a Békés Csaba 1912 előre ellen. Vas László együttese így a harmadik helyet megőrizve egy ponttal hagyta el a pályát. A PMFC a Békés Csaba 1912 előre vendégeként lépett pályára a Merkantil Bank Liga 24. fordulójában. Vas László együttese lendületesen kezdte a mérkőzést, ennek ellenére a 11. percben a házigazdák szerezték meg a vezetést. Nagy Sándor jobboldali beadása után Szabó Péter lőtt 12 méterről, amibe Heles Fajdonát csak beleérni tudott. Gyorsan érkezhetett volna a válasz, a 14. percben ugyanis Adamcsek Máté tört kapu. Kapura két védő között passzolt Óvári Zsoltnak, aki 16 méterről kapura is lőtt, de Uram János vetődve hárítani tudott. Rögtön ezt követően egy ellentámadás végén Paudics Patrik lépett ki, ígéretes helyzete ellenére azonban mellé lőtt. A 28. percben sikerült kiegyenlítenie a PMFC-nek. Óvári Zsolt indította Grabant Bencét, aki remekül helyezett a háló közepébe. A 31. percben nem sokon múlt a fordítás, ám Óvári Zsolt szögletét követően Rácz László közeli fejese fölé szállt. A 38. percben aztán Óvári indította remekül Grabantot, akinek közeli lapos lövését a Békés Csabai kapus hárította. A játékrész végén Horváth Péter lövését fogta meg Helesfai, így 1-1-es állással mehettek pihenőre a csapatok. A fordulás után Katona Levente tűnt el gyanús körülmények között a házigazdák 16-osán belül, de a játékvezető nem ítélt büntetőt. Az 50. percben egy szabadrúgást követően Preklet Csaba vágta kapásból a hálóba a labdát, ám a játékvezető Les címén érvénytelenítette a találatot. Bő 10 percnyi játék után Futó Zsombor bombázott fölé ígéretes helyzete ellenére. A 62. percben aztán emberelőnybe került a Pécs, miután kezezés miatt Paudics kapta meg második sárgalapját. A 10 emberre megfogyatkozott hazaiakkal szemben a 68. percben Barta László tette vissza a labdát Futó Zsombornak, akinek lövése nem sokkal ment el a felső léc felett. Az utolsó negyed órára vált csak igazán küzdelmessé a találkozó. A házigazdák igyekeztek megtartani az egy pontot, de a PMFC-nek így is adódott lehetősége. A 88. percben Preklet Csaba közeli fejesét fogta meg Uram, majd a rendes játékidő utolsó előtti percében a csereként pályára lépő Hegedűs Márk lövését hárította nagyot vetődve a házigazdák kapusa. Újabb gólt egyik csapatnak sem sikerült szereznie, így a harmadik helyet megőrizve egy ponttal távozott Békés Csabáról a PMFC.
Én úgy gondolom, hogy mi kezdtük jól a mérkőzést, és ugye az első adódó lehetőségéből a Békéscsaba meg tudta szerezni a vezetést. Itt egy meg nem értés volt a védekezésünkben, ami ez idáig nem volt jellemző ránk, de most egyre többször előfordul. Ettől függetlenül a srácokra nem lehet egy rossz szavon se ebből kifolyólag, mert fölálltak és csinálták, és azokat a dolgokat, amire a héten készültünk, és kértem tőlük, azokat próbálták megvalósítani. Ezekből a játékhelyzetekből helyzeteink lettek, gólt is tudtunk szerezni, meg volt a lehetőségünk, hogy visszavegyük a vezetést, vagy hogy megszerezzük a vezetést, sajnos ezzel nem tudtunk élni. A mérkőzés összképét tekintve csalódott vagyok, mert ebben a mérkőzésben több volt, ettől függetlenül ez egy kemény mérkőzés volt, egy kemény hét, egy kemény talajon, úgy gondolom egy jó ellenfél ellen, de ebben a mérkőzésben visszapillantva sokkal több volt. Hát az első fél időben jól kezdtük, ugye vezettünk is, kaptunk egy olyan gólt, amire egész héten készültük, tudtuk, hogy felívelik a labdát, lecsúsztatják a labdát, amikor a U10-ben, meg U12-ben voltam én edző, akkor ezeket a mögé helyezkedéseket már bőven megtanulják a játékosok, amit megint csak ugye elhibáztunk az egyenlítő gólnál. Aztán végülis azt gondolom, hogy mentálisan, meg harciasságban teljesen rendben volt a csapat, meg azok a dolgokat az első fél időben meg tudtuk játszani, mi tudtuk, hogy a letámadás ellen kell, hogyan kell ezekből kijönni. Azokból helyzeteink voltak, ugye 1-0-nál kimegyünk megint kapussal szembe, ugye ezerszer elmondom, hogy nagy felülettel belsőbe rúgjunk el egy labdát, akkor megint külsőzünk az ügyszerbe. A második fél időben meg beszéltük, illetve elmondtam a játékosoknak, hogy mit kell ezen játszani, hogy az ellenfél jön ki, húzzák a vonalat félpályánál, hogy mélységindulások kellene, hogy csak oda kéne rúgni 20 méterre egy labdát. Sokszor álló labdát, de hát ez ma egy-két embernek túl magas feladat volt, és ez okozta azt, hogy plusz még egy fegyelmezetlenség, amiből adódott a kiállítás, ami megint csak ugye a súlyos réteg a közösség ellen. Utána viszont a csapat nyilván leharcolta a meccset, látszott, hogy rendben vagyunk fizikálisan és mentálisan, egy nagyon jó felkészített és nem véletlenül harmadik helyen lévő Pécs ellen. Nagy csatában 3 gólos vereséget szenvedett a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata a listavezető Budaörs otthonában. Zdenko Kordi vezetőedző elégedett a lányok teljesítményével, hiszen a kért játékelemeket a mérkőzés nagy részében teljesítették. Ráadásul betegség miatt nem tudtak teljes csapattal kiállni a Kozár Mislenyiek. 2 kupameccs és egy őszről elhalasztott bajnoki után az NB1B nyugati csoportjának éllovasa, a Moira Budaörs Handball ellen kezdte meg a tavaszi szezont a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata idegenben. Zdenko Kordi tanítványai jól mentek bele a mérkőzésbe, hiszen a 12. percben még 6-6-ot mutatott az eredményjelző. Az első félidő végén 2 gólos budaörsi előnnyel mehettek pihenőre a csapatok. A második játékrész elején akár ki is egyenlíthetett volna a Kozár Mislenyi gárda, de a félidő második felében kialakult 4 gólos különbséget nem tudta ledolgozni a csapat, így 28-25-ös hazai győzelemmel ért véget a találkozó. Nehezen tudtunk felkészülni a hétvégi mérkőzésre, hiszen 5-6 játékosunk küzdött megfázással, és emiatt edzeni sem tudtak, valamint a mérkőzésen sem tudtunk teljes létszámba, teljes kerettel részt venni. Maga a mérkőzés tetszett, részfeladatokat nagy részben jól hajtjuk végre, szép dolgokat láttam a listavezető elleni találkozókon, komoly ellenállás sikerült kifejteni ellenük. Azt hiányzik még, hogy az egész mérkőzésen végre tudjuk hajtani a kért feladatokat a megfelelő szinten. Egyébként egy jó színvonalú összecsapást láthattunk. Gratulálok a Budaörs csapatának a győzelemhez, mi pedig igyekszünk továbbfejleszteni a játékunkat és előrébb lépni még több elemében a játéknak. Az éllovas elleni mérkőzésen Linder Luca jó játékkal segítette a Kozár Mislenyi csapatot. Úgy gondolom, hogy nagyon jó mérkőzést játszottunk a Budaörs csapata ellen, végig meccsben tudtunk ellenük lenni, voltak nagyon jó periódusaink is, sajnos egy győzelem elmaradt, viszont úgy gondolom, hogy emelt fővel jöhetünk le a pályáról, hiszen mindent megtettünk. 7 egyéni futamot és 7 csapatversenyt terveznek a Kárt Aréna Gokart stadionban idén. Újdonság lesz, hogy a tél folyamán egy nemzetközi bajnokságra is regisztrálták a pályát és a versenyzőket, így az ott induló gokartosok kvóta fejében lehetőséget kaphatnak világbajnoki szereplésre is.
A bajnokok bajnoka futammal ért véget a tavalyi Kártaréna egyéni gokart bajnokság. A záróversenyre az 5 győztes jutott el, és közülük került ki az abszolút győztes. A téli pihenő és karbantartás után most újra éled a pálya. Megkezdték a gokartok felkészítését a szezonra. Olyan, mintha visszarántana a motor, hogy majd kitépi a kezedet, vagy meghúzod és nem akar menni, mert annyi, mintha megakadt volna a motor, akkor az, amit mondtam, az a kis dekompressziós szelep, az van eltömődve, illetve hát valószínűleg a kipufogó szelep az, ami még nem emel ki rendesen, és ezért nincs. Megkerestek egy pesti gokartpályáról, hogy próbáljak nekik egy kicsit segíteni a motoroknak a beállításával kapcsolatosan. Megpróbálok segíteni nekik, elmutogatom a gépeknek, a motoroknak, illetve a gokartnak a felépítését, hogy én itt történelművel foglalkozok, mit csinálok ahhoz, hogy próbáljam a versenygépeket is és a hétköznapi gépeket minél egyformábbra hangolni. Próbálok nekik egy kicsit segíteni. Most pont konkrétan ugye a felkészülési időszak a nyitásra. Megpróbáljuk a gépeinket még egy olyan helyzetbe hozni, hogy ha netán megindul a nyitás valamikor, abban a pillanatban legyünk ugráskészek. Friss motorokkal, minden beállítva. Nyilván ugye azokat a mozgó alkatrészeket, amik esetlegesen leragadhatnak a hosszú állásidő alatt, ezeket megpróbáljuk átjáratni, megmozgatni, beállítani, ha kell, illetve hát a kenéseket, ugye a finom kenéseket, zsírzásokat, a kenőanyagokat felhasználjuk. A tél folyamán azért megcsináltam egy versenynaptárt, amiben az egyéni és az endurance bajnokságot, vagy a csapatbajnokságot is előkészítettem. Én bízok benne, nyilván ugye én próbáltam arra gyúrni, hogy március környékén azért megkapjuk a nyitási engedélyt. Ha ez megvalósul, akkor természetesen maradunk ennél a versenynaptárnál. Ha nem, akkor pedig májustól. Nagyon bízok, hogy májusban már véglegesen tényleg ide megérkezik hozzánk is a nyitás, és akkortól folytatjuk természetesen a versenyprogramjainkat. Ha jól emlékszem, akkor 7 egyéni futam van kiírva, és 7 csapatverseny. Egy dolog még történt, ugye, hogy a tél folyamán egy nemzetközi bajnokságba is leregisztráltuk a pályát és a versenyzőinket is. Ezeket a versenyeket megpróbáljuk most áthelyezni egy nemzetközi bajnokságba, ahol az itt induló versenyzők nyilván kvóta fejében, de lehetőséget kaphatnak, akár a világbajnokság kikerülésére is. A szezonnyitó 2 órás endurance futamot március 14-ére tervezik kizárólag klubtagoknak, a Kártaréna sprint verseny pedig szintén a tervek szerint egy héttel később, március 21-én lesz. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!